Jó napot kívánok! Nagy Márk vagyok a Szegána Kft-től, és szeretnék bemutatni egy újdonságot, a Mascar Corsa 450-es bálázót. Maga a gép alapvetően a Corsa sorozat elég régi múltra tekint vissza, még ilyen 2006-7-es időkre. Azóta gyakorlatilag a Corsa 150-es az első generáció, utána a 350-es és a 350-es sek még lemezoldalúak voltak, az új 450-es pedig már az új egységes külső alapján megkapta ezt a szép külső burkolatot. Maga a burkolatok alatt viszont nem sokat változott a régi megbízható kialakítás. De nézzük meg, hogy nézzük meg a gépet. Nézzük körbe. Tehát maga a 450LS, az azt jelenti, 4-es sorozat, a Corsák a 4-es sorozat, amelyiknek ez az új burkolata van. Az 50-es az arra utal, hogy 150-es bála mérete van, tehát a bála átmérő 150 centi. Az LS arra utal, hogy 2 méteres rendfelszedője van, a plusz az pedig egy felszereltség. A plusz felszereltség az annyit akar, hogy benne van a bálakidobó, benne van az elektromos kötözésindítás, van egy létra, egy fellépő létra, illetve nagy hajlásszögű kardán, amit ide van szépen berakva. Tehát az egyik vége dupla csuklós. Tehát maga a Corsa sorozat az elől-hátul rúdláncos kamra kialakítása. Van ebben elsősorban száraz bálát lehet ebben a géppel készíteni, tehát széna, szalma, lucerna és még kukoricaszár bálázására alkalmas a gép. Nagyon sokan szeretik azért, mert rendkívül egyszerű a felépítése. Nyitom is az oldalát, hogy ezt megláthassuk, illetve azért is szereti, mert nem töri úgy a szalmát, maguk a rudak elég jól viszik, és sok helyen még akár déli melegben is tudnak vele dolgozni. Tehát nem kell megállni a géppel, nem csúszik meg a bála. Ezen a gépen extraként, felszereltségként még benne van az automata láncolajzás. Itt van a kis pumpája, és ebben tudom állítani, ebben az excenterrel, hogy milyen mennyiséget. Tehát minden fordulatkor itt nyom egy picit a pumpával. Ez a kötözőmotor, tehát ezen hálókötözés van ezen a gépen, és akkor ebben ezt tudjuk indítani belülről a fülkéből. Kétféle módszerrel tudunk indítani, van az M100-as, az az alap elektromos kötözésindítás, az M200-as monitor, az pedig egy automata kötözésindítással rendelkezik, ilyenkor már a bála számláló is van, olyan, ami nem csak a napi számláló, hanem az összes bála számot is jegyzeteli, illetve azt nem is lehet utána, abból mindig ki lehet olvasni a bálaszámot. Az ilyen egyszerűbb monitorosakból, aminek csak az M100-as monitorja van, ott csak napi számláló van, azt akkor nullázom, amikor szeretném. Ezt a gépet amiatt is szeretik, hogy mechanikus kamra lakatolása van, tehát itt van mind a két oldalt egy-egy kampó, tehát a traktor hidraulikájával nem kell tartatni a kamra hátsó felét, hanem ez mechanikusan megvan, tehát hogyha egy öregebb traktorral is nagyon jól lehet használni ezt a gépet. Teljesítményben ez egy könnyű hajtású gép, egy ilyen 55-60 lóerő elég neki, és nagyjából óránként egy olyan 35 bálát lehet vele készíteni, hogyha van előtte anyag. Nézzük meg itt a rendfelszedőnél, hogy megy végig az anyagáram. Tehát itt van egy rendleszorító pálcák vannak, ez rászorítja a rendfelszedőr. Ez egy 2 méteres rendfelszedő, ez ettől a széltől a másik széléig értendő. A felszedőrugók fölhúzzák, utána pedig egy fésűs továbbító viszi az anyagot.
Ennél a 150-esnél két hengeren ül a bála, és egyébként pedig a rudak viszik, rudak formázzák a bálát. A hálónak a betétele, egyébként tehát a traktorhoz csatlakozok egy rendfelszedőt, ez egy egyszeres működésű, illetve a kamra nyitása a másik. Tehát ez két darab egyszeres működésű csatlakozó kell hozzá a traktorba. Magát a hálót, azt erre kell ráhúzni, tehát ide ráhúzom a gurigát, ez lehetőleg 3000 méternél ne legyen hosszabb, tehát berakom szépen, és utána ezt a fékezőt rakom rá. Azzal fékezem, hogyha amikor megindul a háló, akkor ne menjen tovább, amikor meg kell állni. Itt van a kép, hogy hogyan kell befűzni, tehát befűzöm itt alatta, utána megy ezen a spirális hengeren. A spirális henger az segít, hogy ne ugorjon össze a háló, hanem szépen szélesen maradjon, és utána kell itt az alumínium meg a gumi henger közé berakni. Tehát azt nyilván, amikor berakom, akkor ezt, illetve a másik oldalon föllazítom, ide betömködöm a hálót az elején, utána pedig szépen az elektromos motorral tudom vinni. A két méteres rendfelszedőn mind a két oldalt van kerék, azok itt éppen be vannak készítve. A bálatömörséget itt jelzi vissza, illetve itt tudom fölül állítani, hogy milyen tömörbálát szeretnék. Tehát ez a legtömörebb, lazább és leglazább állapot. Itt, hogyha berakom egy közepes állásra, mindjárt mutatom, hogy ez mit mozog, mozgat, csak egy végállás kapcsolót mozgatok. Gyakorlatilag itt, hogyha oldalról nézzük, akkor ezt a végállás kapcsolót viszem, gyakorlatilag, hogy mikor jelezzem vissza a fülkébe. Így, és hogyha itt nagyon távol rakom, akkor nagyon tömör lesz, mert egészen szétnyomja a két felet, a két kamra felett, mielőtt visszajelez. Tehát itt van egy végállás kapcsoló, ilyen végtelen egyszerű a dolog. Maga a hálókötözés még az M100-as monitor esetén is egy félautomata monitor, tehát az azt jelenti, hogy bent van a fülkébe egy hang- és fényjelzés. Amikor ezt meghallom, akkor elkezdem nyomni a gombot, mint egy csengőt, néhány másodpercig, még egy kevés anyagot, egy pár métert megyek a traktorra, egy kis anyaggal együtt viszem be a hálót, és utána egyszer csak látom, hogy megindul a háló gyorsabban pörögni, akkor kapta el a bála, onnantól kikuplungolok, megállok, szépen tekeri rá a hálót, nagyjából mondjuk két és felett rátekerünk, egyszer hallok egy csattanást, akkor lesz az, hogy a kés az elvágja, és akkor nyithatom a kamrát. Fontos, hogy a kamrát mindig kopra föl kell nyitni, mert az élesíti, tehát az húzza ezt a bovdent, és az élesíti be újra a kést. Tehát rakja ebbe az előfeszített pozícióba. Itt ezen a részen, itt mutatja is egy matrica, itt tudom állítani, hogy mennyi bálát, mennyi hálót tekerjek a bálára. Tehát hol vágja el, mennyi legyen, tehát hogyha errébb rakom, akkor a kettőhöz közelítek, hogyha itt ez nagyjából most hármon van, hogyha ide fölrakom, akkor így a négyet fog rárakni. A kamra nyitása az úgy működik, hogy ez a munkahenger, ahogy tolná ki a kamrát, először ráül az ülékre, az kiszedi ezt a kilincsművel a lakatolást, és utána kezdi el nyomni kifelé a kamrát. A rendszerben több helyen vannak nyírócsapos biztosítások, tehát hogyha valahol elkap a rendszer, itt emögött is van, azért is vannak ide rakva a nyíró csavarok, tehát hogyha valami olyat kap el a gép, amit nem kellene, megakasztja, akkor ezek a nyíró csavarok fognak el nyíródni, és akkor lehet szépen cserélgetni.
hogyha, és anélkül, hogy a gép károsodna. A napi számláló az itt, mind a hányszor nyitom a kamrát, akkor szépen számol egyet. Tehát ez a napi számláló, és akkor hogyha pedig ezt tudom, tudom így szépen nullázni. Tehát ez bármikor tudom nullázni. Maga, amikor a bálázok a géppel, akkor a kardán az folyamatosan mehet, mert maga a hajtóműve, itt van egy kis matrica is rajta, az úgy működik, hogy itt van belőle a hajtómű után egy körmös kapcsoló, itt ahogy mutatja, és amikor nyitom a kamrát, old ez a kapcsoló, és olyankor meg fogja állítani magát a rúdláncnak a mozgását. Tehát nem kell ott a kardánt kibe kapcsolgatni a traktorból, hanem ez szépen automatán működik. Amikor engedem vissza a kamrát, berakom úszóba, akkor szépen ez is maga egy rugó vissza fogja szépen nyomni a körmös kapcsolót. A vonórúd az lehet a kardán alatt is, a kardán fölött is, tehát ezt így is úgy is lehet használni, tehát ez az adott traktorhoz lehet nagyon szépen adaptálni. Remélem, hogy érthető voltam. Köszönöm szépen a figyelmet. A géppel kapcsolatban amennyiben megtetszett, keressék területi képviselőinket, bővebb információért a honlapunkat is megnézhetik a www.szegana.hu, illetve amennyiben tetszett videónk, illetve egyéb újdonságokról szeretnének értesülni, iratkozzanak föl oldalukra. Köszönöm szépen a figyelmet!